Az elmúlt évek során tapasztalható enyhe őszi időjárás következtében a téli gumik felszerelése rendszerint novemberre toródik ki. Az idei esztendőben azonban vannak olyan további tényezők, amelyek arra ösztönözhetik az érintetteket, hogy még későbbre halasszák a cserét. Egy az, hogy az árváltozások miatt ugye nagyon felmentek az árak, mint a magánéletben is, mint ahogy tudjuk. Egy, ugye nem tudjuk, hogy az energiaválság mit okoz, mit fog hozni, tehát jönnek, de nem úgy, ahogy kellene. Az ilyen jellegű időhúzás azonban nem csak a környezetünkre, de saját testi épségünkre is veszélyt jelenthet. A balesetek nagy százalékát ugyanis a megnövekedett fékút okozza. A szakértő emellett felhívta arra is a figyelmet, hogy ajánlott a gépjárművünket egy teljes átvizsgálás keretében felkészíteni az előttünk álló hidegebb időszakra. Amikor mi gumit cserélünk, általában megnézzük a féktárcsa fékbetétnek a minőségét, akkor ugye utána látjuk a világításokat is, ugye általában, mert hogyha sötétben jönnek, akkor látjuk, hogy ég vagy nem ég a lámpa, de az ablakmosó folyadék, a fékfolyadéknak a megvizsgálása, hogy bizonyos fok felett ne forjon, tehát ezek mind hozzá tartoznak, és ugye a hűtőfolyadék is, ami nem elveszendő dolog, azt is meg kéne nézni. Azok számára, akik mostanában szeretnének gumiabroncsot vásárolni, nagy segítség lehet az a 2021. május 1-től életbe lépő uniós rendelet, amely kötelezi a gyártókat arra, hogy energiacímkéken lássák el a forgalomba kerülő autógumikat. A matricán amellett, hogy egységes besorolást ad a műszaki jellemzőkről, egyaránt feltüntetik a vizes felületen történő tapadás, valamint a külső zajkibocsátás mértékét is.